Szabad kérdeznem, hogy kinek készítik a riportot? Hogyne, a Magyar Jennek készítjük, illetve azoknak, akik megnézik erre a csatornára forgatunk. Még azt kérdezném meg, hogy mi a véleményük budaházi szabadon engedéséről? Hát kérem szépen. Nem tudok nyomdafestéket, nem tűrően nyilatkozni. Akkor fogalmazzon úgy, hogyha nem tűri. Nem, megbotránkoztató. Ön börtönbe zárná, hogyha önön múlna? Biztos. És hogyha az árnyék kormány lenne az igazi kormány, akkor most Budaházi visszakerült volna már ön szerint? Nem csak Budaházi, hanem még lenne néhány társa. Például kik lennének még? Akik most kormányon vannak. Kivel? Mondjak még valamit? Hát igazából csak arra vagyok kíváncsi, hogy kivel zárná egy célába Budaházit ön legszívesebben. Orbán Viktorral. Akinek nem szoktam kiírni se a nevét, de hogyha most csak annyit mondok, hogy óva, akkor nem biztos, hogy mindenki érti, de ez a mi országunkkal történt, ez 70. életévemet töltöm be. Elég sok mindent olvastam, tanultam, utána néztem. A legvadabb időszakunkban sem volt még ilyen kormányunk. De az, hogy ugye most Budaházi 13 évet volt börtönben az Orbán kormánya alatt végül is, és csak most engedték ki, miközben a 2006-os események miatt Gyurcsány nem lett elszámoltatva, vagy önnek mi a véleménye erről? Én azt hiszem, hogy amit 2006-ban Gyurcsányra mondanak, annak nemhogy fele sem igaz, hanem egyszerűen arról van szó, hogy a gazdasági világválság közepén, amit lehetett, megcsinált, és amit pedig az Orbánék szinte ellenforradalmi hangulatot teremtettek, az a mostani viselkedésüknek az arcúrköpése. És ez a gyurcsányozást, ha valaki utána nézne, akkor látná, hogy akkor, abban az időben a lehető leglojálisabban akartak eljárni az országgal szemben, és az ország érdekében. Úgyhogy én nem gyurcsányozok. Akkor ezek a szemkilövetés, ez lárifári? Nézze, a szemkilövetés az azért történt, az önét se, az enyémet se nem lőtték ki, mert nem voltam ott. Tehát én nem támadtam a tévészékházra, nem borogattam kocsikat, nem csépeltem az ellenem, hogy mondjam, fellépő rendőröket, sem molotov koktéllal nem dobáltam őket, nem sérültek meg az én hazaellenségem miatt, és hogyha figyelmeztettek már háromszor, ennyi. A világon mindenütt így történik.